Köszöntöm a köztérnek a nézőit. Miről másról szólhatna a mai köztér, mint az iskola kezdésről? Néhány nap múlva ugyanis becsengednek az oktatási intézményekben itt Székesfehérváron is. Vendégem a stúdióban Horváth József, a Vasvári Pál Gimnáziumnak az igazgatója. Köszöntöm a stúdióban. Én is köszöntök mindenkit, nézőket is, önöket is. És hát igen, tehát ezt már nem lehet tovább halogatni, ugye elközelik az iskola, amit a gyerekek hát hol várnak, hol nem várnak, leginkább szerintem azért még tolnák ezt a nyári szünetet picit kijebb. Ön, mint iskolaigazgató, mennyire várja az iskola kezdést? Mielőtt elkezdem, akkor épp a délőtt mondta egyik kollégám ezt a poént, hogy a pedagógusoknak a 9. hónap mindig meghozza a gyereket. Tehát tényleg így van, szeptemberben ugye mi kezdjük a tényleges munkát, valójában egyébként már az iskolában az előkészítő munkák azok több hete is zajlanak. Nekem személy szerint mindig egy rövid idő múlva elkezd hiányozni az iskola. Tehát amikor vége van az évnek, ugye megvan az embernek a ritmusa az életében, és akkor lezárja az évet, és akkor mehet szabadságra. És akkor az első napok azok persze nagyon jók, vagy az első egy-két hét mondjuk, de a harmadik hét elején már biztos, hogy kicsit hiányzik az iskola, aztán ahogy tartunk augusztusban egyre jobban, bár mi ugye bejárunk dolgozni közben, és ügyeleteket tartunk, egyebeket, tehát azért nem szakadunk el, de azért üres mindig az az épület. És igazán egy iskola akkor él, amikor tele van gyerekekkel. És ez furcsa nagyon nyáron, úgyhogy én azt mondom, hogy várom meg, én azt gondolom, hogy a kollégáim nagy része is, hiszen ilyenkor mindig kicsit mások a gyerekek, az a 3 hónap az nagyon sok mindennel telik a gyerekek számára, vagy 2,5 hónap, amik távol vannak, illetve hát az új diákok, akik érkeznek az iskolába, azok mindig magukkal új szint is hoznak, és ez az iskolai életét mindig megpezsdíti. Meg azt gondolom, hogy akkor tényleg a mostani gólyák vagy elsősökök biztosan nagyon várják az iskola kezdést. Ugye, én is azt gondolom, most tartottunk gólyatábort ezen a héten, a 9. osztályba érkező 2 osztálynyi gyereknek, aztán utána pedig a 7-eseknek nagyon lelkesek voltak. Itt próbálunk ilyen foglalkozásokat tartani, amelyekkel megismerik egymást, és akkor, amikor bejönnek most másodikán, ugye hétfőn az iskolába, akkor már ismerősként tudják egymást üdvözölni, közös élményeik vannak már, és hál' Isten tényleg jó élményekkel jönnek, mert azóta már érkeztek vissza szülőktől, visszajelzések jelezték, hogy nagyon jó volt a gyerekek, rengeteget meséltek, és jól érezték magukat. Ez egy nap, vagy több nap, vagy ez hogyan kell? Ez 2 nap, egyik nap mennek délelőtt, és másnap pedig délután este felé itthon vannak. Tehát egy éjszaka van benne, és egyrészt a mi kollégáink, a 12-es diákok segítenek nekik, és hát ugye a 12-esektől sok mindent megtudnak. Mindig gondolom nekik, hogy a tutit azt a diákok fogják elmondani minden titkot az iskoláról, de hívunk képzett trénereket is, akik segítik ezt a folyamatot. Aztán sport, tánctanulás, és rengeteg játék van, ilyen közösségi játék, ami alapján ez lezajlik, és megismerik egymást. Hát, hogy mekkora öröm az iskola kezdés, akkor ők már valamennyire ebből tapasztaltak néhány dolgot, hiszen a gólyatáborban részt vettek. De az, hogy mekkora öröm is az iskola kezdés olyan gyerekek számára, akik esetleg rászorulnak, vagy hátrányosabb helyzetben élnek, ezt megtudhatjuk a következő anyagban, amiben is azt tudhatjuk meg, hogy a perkátai gyerekeknek mekkora örömöt okoztak a Caritasnak az emberei, a segítői. A farkas gyerekek mutatják, mit rejt az újonnan megkapott iskolatáska. Ők és 50 másik társuk ma kapták meg az adományt. Tanszereket, színes ceruzát, ollót, iskolatáskát, valamint 10 000 forintos ajándékutalmányt vehettek ma át a kisiskolások perkátán. A katolikus Caritas a Legyen öröm az iskola kezdés programja keretében támogatta a rászoruló családokat. Ez elég nagy segítség volt nekünk, mert ugye az iskolatáskák is 15 000-en kerülnek, tehát a 2 gyermeknél az már 30 000 forint. És egy olyan családnak, aki mondjuk nem biztos, hogy meg tudja ezt venni, ez egy igen nagy segítség.
Az adománygyűjtést augusztus elején indította a segélyszervezet, az akció sikerét pedig bizonyítja, hogy országszerte 800 településen több mint 5000 kisiskolás vehet majd át a mostanihoz hasonló csomagot még szeptember 1-e előtt. Az idei gyűjtés olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy a határokon túlélő gyermekek is részesülnek majd a tanszerekből. Nem csak országosan, hanem határon túl is tudunk segíteni. Épp a héten, szerdán, Körösmezőn, Kárpátalján, a legmesszebb levő magyarok lakta területen 36 diák kap majd hasonló tanszer és iskolatáska csomagot. Azt mondhatjuk, hogy ez a szeptember 15-ig tartó akció sikeres volt. Mi lesz majd a következő ilyen jellegű adományvonal vagy adományvárás? Hát a szeptember 15-ig mindenképpen az iskolásokra koncentrálunk még, de a szeptember 15-et követően is folytatjuk az iskolásokkal és a családokkal a kapcsolattartást, hiszen nem csak a tanévkezdés okoz nehézséget a legtöbb családnak, hanem az egész évben a tanév folyamán sok-sok nehézséggel kell megküzdeniük, akár a gyermekek növekedése miatt a ruházattal, akár élelmiszer nehézségeik vannak, abban próbálnak a csoportjaink segíteni nekik. Aztán hamarosan kezdődik majd az adventre koncentrálás, hiszen jönnek az ünnepek, és hát mint tudjuk a karácsony, az lenne szép, ha mindenkinek minél nagyobb öröm lenne, úgyhogy indul majd a Tárjátok ki a szíveteket akciónk is. A Katolikus Karitász akciójához szeptember 15-ig lehet még csatlakozni a 1356-os adományvonalon keresztül, vagy akár közvetlen átutalással is. A cél az volt, hogy 5-6 ezer gyereknek, 5-6 ezer családnak tudjunk segíteni a tanév kezdeti nehézségeken, és már most az 5000 gyereken túl vagyunk, több mint 5000 csomagot tudunk most eljuttatni a rászoruló családoknak, gyerekeknek, és mivel még 2 hétig tart, szeptember közepéig, majdnem 3 hétig tart ez a program, bízom benne, hogy meg lesz a 6000 szám is, 6000 családnak fogunk tudni örömet szerezni és valamit juttatni nekik, ahhoz, hogy a tanévkezdés gondtalanul örömben tudjon elindulni. 800 helyen tervezzük a csomagoknak a szétosztását, és mindenhol a Karitász munkatársak segítségével tesszük ezt. Ez azért fontos és azért szerencsés, mert ők ott élnek az emberek között, ismerik a rászorulókat, őket fölkeresik azok, akiknek szükségük van, remélve a segítséget, és a Karitász próbál is segíteni a lehetőségei szerint. Így biztos, hogy olyan helyre jut ez a csomag, ez az ajándék, ez a segítség, akik ennek hasznát veszik, akik erre rászorulnak, és akik meg is becsülik ezt, mert hogyha ezt szétszórják, akkor kidobott pénz lenne, de így nyomon tudják követni, és ráadásul egy kapcsolatfelvétel is történik a családokkal, tehát ettől kezdve a Karitász munkatársaknak közvetlenebb, erősebb, élő eleven kapcsolata lesz ezekkel a családokkal, és lehet őket jobban segíteni, akár tanáccsal, akár konkrét segítséggel, hogy az életüket jobban tudják élni, jobban tudják szervezni. Aki szeretne segíteni valamilyen módon adományokkal, az hol tudja megtenni most, illetve a későbbiekben ezt? Szeptember közepéig az 1356-os segélyvonak hívásával a befolyt adományok, ez hívásonként 500 forintot jelent, a Karitász erre a tanévkezdő akcióra fogja fordítani, utána majd közöljük, hogy mi lesz ennek a gyűjtésnek, további hívásokból befolyt összegnek a célja. De természetesen nem csak telefonhívással, hanem a Karitásznak átutalással, akár internetes átutalással is lehet segíteni, és lehet olyan módon is, hogy a Karitász munkatársaknak olyan iskolaszereket, amik már talán egy családban nem kellenek, de vigyáztak rá, jó állapotban vannak, azokat át lehet adni, és ezeket tudják továbbadni. A tanszerek mellett pedig ruhaneműkkel és pénzzel is segíti a legrászorultabbakat a Karitász. Bővebb információt a gyűjtésről mindenki a képernyőn látható weboldalon talál. Igen, tehát az iskolakezdés a kicsiknek, akiknek a segítséget is megadták, megkapták, és ugye beszéltünk egy kicsit a gólyatáborról is, de hogy milyen is majd a 2019-20-as tanév az önök intézményében, mennyien vannak akkor most a gólyák, vagy az elsősök, mennyien vannak összesen erre az évre? Hát gólyák azok 134-en vannak, és ez 4 osztályt akar, 2 hetedikes évfolyamú és 2 kilencedikes évfolyamú osztályt. Egyébként az iskolában maximális létszámmal dolgozunk, 680 főre van engedélyünk, és 680 tanulónk van jelenleg az iskolában.
ugye a négy osztályt mondott elsőben, itt vannak tagozatosok, tehát vannak olyanok, akik csak nyelvet tanulnak, vagy magas szinten tanulják a nyelvet? Vagy a nyelv az mindenhol központi, tehát van egyrészt három osztályunk az nyelvi tagozat a klasszikus értelemben, most már máshogy hívják emelt szintű oktatás, de szerintem a nézők azt tudják, hogy tagozat, tehát két angol tagozatunk van, egy 6 évfolyamos és egy 4 évfolyamos, és egy német 6 évfolyamos. Ez a három osztály párhuzamosan, és a negyedik az pedig két részből tevődik össze, az egyik az biológiából, kémiából, a másik matematikából, informatikából emelt óraszámban tanuljuk, tehát ez nem tagozat, viszont őnekik is a nyelv is emelt óraszámú, hiszen a nyelv az most már olyan, amely mindenhova kell. Tehát a középfokon kell megtanulni a nyelvet ahhoz, hogy az egyetemre be tudjanak lépni, és ezért most már én mindig azt mondom, hogy nem olyan cél a nyelv, hogy azzal fog tovább tanulni, de annélkül nem tud tovább tanulni, hogy a nyelvet ne tudná. Én akartam is kérdezni egyébként, hogy milyen irányelvek mentén működik ez az iskola, akkor így a nyelv akkor már körvonalazódik, hogy akkor az nagyon fontos az intézményben. De még mi az, ami fontos, mi az, amire felkészítik a diákokat a 4 év során? Én azt gondolom, hogy mindenre, és ezt alátámasztja az is, hogy a továbbtanulás az nagyon színes. Tehát mindenféle területre tanulnak tovább. A 11-12. Évnek a tanszervezése az olyan, hogy a gyerekek már felnőttek vannak lassan, 17 éves fiatalok, maguk határozhatják meg, hogy milyen tantárgyakat választanak emelt szinten, a többit az pedig középszinten. Hát olyankorra már azért az eldől, az irányultságuk, az érdeklődésük, hogy milyen tantárgyal fognak nagyjából tovább tanulni, azt még lehet, hogy nem tudja, hogy melyik egyetemen, főiskolán, de hogy mondjuk matematikával, fizikával, akkor választja ezeket a tantárgyakat emelt szinten, és akkor az utolsó két évben azt nagyon intenzíven tanulja, amellyel fölkészül az emelt szintű érettségire, ami ugye belépőt tud nyújtani az egyetemre, illetve az egyetemi munkát is nagyban segíti. Nagyon sokszor jönnek vissza a diákok, hogy nagyon jó volt, hogy emelt szintű órára jártunk, mert az egyetem elején, akik nem jártak, azok nagyon-nagyon hátrányba voltak, mert az egyetemen átléptek bizonyos tananyagokon, ami középszinten nem volt törzsanyag, viszont nálunk az emelt szinten tanulták. Mi jellemzi a diák életet? Én azt gondolom, hogy színes, és ezt hallom a városban is, hogy azt tartják a Vasváriról, hogy nagyon jó a diák élet. Én is úgy gondolom egyébként, hogy belülről. Szerencsére a diák önkormányzat nagyon agilis és nagyon sok ötlettel áll elő. Mi megpróbáljuk ehhez megteremteni a hátteret, a segítséget, és itt tehát mindig próbáljuk felkarolni az ötleteiket. Persze mindig jó ötleteket hoznak, ez azt is jelenti. És ezzel nagyon színessé tudják tenni egyrészt a hétköznapokat is. Például ugye Halloween idején különböző maskarákba jönnek, ezt meghirdetik, meg töklámpások vannak a lépcsőn végig. Tehát nagyon sok mindent csinálnak ők. Meg mi is próbálunk nagyon sok programot szervezni, olyat, amely a közösséget építi például, mert nekem az az elgondolásom, hogy ebben az időszakban, hogy a gyerekből fiatal felnőtt lesz, rettentő nagy változás az életben, talán ez a legnagyobb egy ember életében. Ilyenkor nagyon sok hatásnak kell érni, ami ezt a személyiségfejlődést tudja segíteni. Úgyhogy mindig biztatjuk is a diákokat, hogy amiket mi kínálunk, azon ha tud, akkor legyen ott akár nézőként, akár résztvevőként, szereplőként, és így tovább. És úgy látjuk, hogy ennek nagyon pozitív hozadéka van. Mondta, hogy színes a diák élet, meg néha beöltöznek, amikor olyan éppen az adott időszaknak a jellemző ünnepe. Nagyon fontos az öltözködés is, meg fogom majd kérdezni, hogy milyen az önök iskolájában. De hogy megtudhatjuk azt is, hogy mit kell hordani, vagy hogyan kellene felöltözni a gyermeknek, hogyha iskolában megy, leginkább a cipők terén. Ezt nézhetjük meg most. Egy erős kéreggyel rendelkezik, oldal pedig úgy van kiképező, az oldalényi mozgásoknál óvja a lábat. Legyen szó tornatermi cipőről, vagy utcai viseletre alkalmas lábbeliről, vannak bizonyos kritériumok, melyek megléte nélkül nem érdemes gyerekeknek vásárolni.
Fiatal korban ugyanis különösen fontos, hogy a lábtartása és kényelme megfelelő legyen. Mindenféleképpen célszerű, hogy a cipő az kényelmes legyen, de mi nagyon-nagyon fontos, olyan cipőt választanak az emberek, ami hátul egy olyan erős kéreggel rendelkezik, jól meg tudja tartani a sarokcsontot, hogy viszonylag kevés mozgás legyen a lábnak kifele vagy befele bélenő esetekben. Az iskolai foglalkozások során ezen kívül még a tornaórák azok, amik nagy jelentőséggel bírnak. Fiatal korúak esetében milyen egy jó tornacipő, amit teremben tud mondjuk használni? Hát a tornacipő is ugyanez elmondható, legyen egy megfelelő talfastagsága, ne egy teljesen lapos, vékony talpú cipő legyen, mert az nem tesz jót akár a sarokcsontnak, akár a bokának. És ott is nagyon fontos követelmény, hogy erős kéreg legyen hátul, ami megakadályozza az oldalirányú mozgásokat. A szülőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a folyton játszó, szaladgáló gyerekek számára a legfontosabb a kényelem és a strapabírás. Általában a minőségre figyelünk, ugye mivel hogy három gyerek van, azért az ára is kell figyelni. Hát alapjában tényleg inkább a minőség, mert ugye sokáig kell, hogy bírja a cipő ezeken a gyerekeken, ugye, és hát ez az, ami a legfontosabb, a minőség. Most, ahogy a kislányon is látszik, én például a kényelmes és könnyű cipőket, hogy ne essen el, ne legyen túl vastag a talpa, jól hajoljon, tudjon benne lépni, tehát hogy igazából a kényelem szerintem az, ami a legfontosabb. Akár a kényelem vagy stabilitás érdekében meddig érdemes elmenni árkategóriában ön szerint? Hát ez mindenkinek a pénztárcájától függ, szerintem. Hát nem tudom, én ilyen 10 000 forintot is képes vagyok kiadni, hogyha muszáj, de én azt gondolom, hogy egy kisgyereknek, aki csúszdázik, motorozik, mászókázik, én azt gondolom, hogy egy ilyen 5 000 forintig bezárólag szerintem simán jók ezek a cipők, amiket vásárolunk. Elsősorban tinédzserek körében fordul elő, hogy hajlamosak a trendet és a dizájnt előnyben részesíteni cipőválasztáskor. Akármilyen menő is hosszú távon nem optimális. Hát legtöbbször vagy nagyon lapos cipőt vesznek a fiatalok, és olyan cipőt, ami annyira ki van könnyítve, hogy nem tartja meg a lábokat. Könnyű, jól szellőzik, ugyanakkor a láb kényelmének megfelel ugyan, de magának a láb egészségének nem. A talpbetéten is sok múlhat, ezért ha kényelmetlen a választott modell, érdemes egy ortopéd cipőboltot felkeresve személyre szabottat igényelni. Hát ez a bejátszó a cipőkről szólt, de engem nagyon érdekel, hogy az önök intézményében ez hogy van, van-e elvárás, hogy milyen ruhában jelenjenek meg a fiatalok? Hordhatnak-e rövid szoknyát, rövid nadrágot, bármiben? Tehát, hogy miben járhatnak iskolába? Nálunk nincs ilyen külön megszabás, annyi van a házi rendben is, hogy normál öltözékben, és nem korlátozzuk. Tehát szerencsére nem nagyon jelennek meg az extrémitások. Ha esetleg azok, akkor nekik azért mondjuk, hogy ez nem iskolába való, és akkor ezt meg szokták fogadni, és akkor másnap már másfajta öltözékbe, de nem nagyon van ilyen problémánk. Sőt, hát színes ettől is az iskola, hogy ki, hogy más, hogy öltözik másfajta ruhát kedvel. Szerintem az a lényeg, hogy érezze magát abban jól, hiszen az is hozzájárul a közérzetéhez, és lehet, hogy jobban is tud figyelni az órán, mint hogyha feszengene az öltözékében. Nálunk egyébként az előírás csak az ünneplőre van, a lányoknak matróz blúz, és van egy iskolai nyakkendő, a fiúknak pedig fehér ing és nyakkendő. Igazán legtöbben ugye zakót is hordanak, tehát öltönyszerűen, de a kezdő osztályoknak, főleg a hetedikeseknél még nem nagyon forszírozunk, tehát nekünk teljesen jó a fehérink, hiszen olyan gyorsan nőnek, és egyik pillanatról a másikra kinőnek egy-egy ruhát, úgyhogy ennyi az elvárás. És akkor tényleg csak néha veszik fel, amikor ünneplő öltözött az előírás, így az van. Pedig néhány ünnep csak. És akkor vannak olyan akciók, például visszautalok az előbb, mondtam, hogy a diák önkormányzat nagyon kreatív, hogy meghirdetnek, hogy most akkor mindenki jöjjön, melegítőbe, maci-naci nap van, és akkor én is egyébként melegítőbe megyek, és abba ülök be az igazgató irodába, és persze ez se kényszer, hogy mindenkinek, de aki úgy gondolja, csatlakozik, hát mindig azért egy nagy többség van ilyenkor, 200-an beöltözünk legalább, tanárok közül is sokan. Nem is hallottam még ilyet egyébként. Vagy most mindenki olyan piros, olyan ruhában, amiben piros van, és akkor próbálunk mi is, figyeljük a diák önkormányzatnak a meghirdetéseit, meg hát azért nagyjából tudunk róla, és akkor mi is próbálunk így bele kapcsolódni ezekbe a dolgokba.
Ez egy nagyon jó dolog lehet önöknél, és biztosan nagyon jól is érzik magukat a diákok ebben. De azért gondolom, hogy tantárgyilag, tanulmányilag azért le vannak terhelve a gyerekek. Hogyan látja ön? Hát igen, nem könnyű a mai diák élete, én azt gondolom. Tehát, hogyha távolabbra tekint, ugye az egyetemre, főiskolákra való bekerülés egy gimnáziumi tanulásnak a végcélja, ott a feltételek azért eddig is nehezek voltak, most ettől a tanévtől nehezednek, hiszen most már emelt szintű érettségit mindenképpen kell produkálni, illetve nyelvvizsga lesz a belépési feltétel, és ha valaki ugye olyan szakokra akar menni, ahol nagyon magasak a pontszámok, ott muszáj, hogy a pluszpontokra is ráhajtson az ő nyelvükön mondva, vagyis nem elég egy nyelvvizsga, hanem több nyelvvizsga kell, hogy pluszpontot tudjon szerezni, nem biztos, hogy elég egy emelt szintű, hanem kettő emelt szintű. Úgyhogy ott 11-12-ben főkép, amikor már ugye ők is testközelből érzik, hogy ezek számítanak, akkor nagyon kemény ez a munka. De én azt gondolom, hogy azért teljesíthető. Tehát meg tényleg az a környezet, ami körbeveszi őket, azért segíti őket abban, hogy teljesíteni tudjanak. Igen, hát most akkor beszéltünk arról, hogy a diákokat leterheli azért az iskola, a szülőknek pedig a pénztárcát terheli meg az iskolakezdés. Ezzel kapcsolatban nézhetünk meg egy anyagot, ami arról szól, hogy a székesfehérvári szociális alapítvány segített a családokat. A szervezet jóvoltából szerdán 32 család kapott segítséget a tanévkezdéshez. Olyan krízishelyzetben lévő szülők kaptak ezúttal hozzájárulást, akik az önkormányzati támogatásokban nem részesülhetnek, de alacsony jövedelműek. Érdekünk, hogy a nehéz helyzetű családok is meg tudjanak adni mindent a gyerekeiknek, hiszen a jövő ezen múlik. Tehát az alapítvány ezért állt bele ebbe, és ezért próbáltuk azt idén most több mint 50 gyereknek a támogatásával, hogy egy olyan összeget tudunk adni, amivel tényleg könnyebbséget tudok okozni a családnak, hogy ne legyen már az gond, hogy a gyerek elkezd iskolába járni. Úgyhogy én tényleg jó célt szolgál, és tényleg egy olyan szociális jellegű segítség, támogatás, amiért ez az egész alapítvány létrejött, és amiért dolgoznak az itt lévők, a kuratórium tagjai, a mögötte lévő támogatói rész, illetőleg hát a mögötte lévő aktivista hálózat, hiszen egyéb rendezvényeket is tartanak, akár karácsonykor, akár húsvétkor, tehát különböző segélyezések is vannak, csomagokkal egyéb, de ez egy új dolog volt most. A Városgondnokság által üzemeltetett Székesfehérvári Szociális Alapítvány az egyik papírüzletben beváltható utalvánnyal próbál segíteni a nehéz helyzetben lévő családoknak. Úgy gondoltuk, hogy ha vásárolunk utalványokat, amely kifejezetten iskolaszerek beváltására ad lehetőséget, akkor 15 000 forint értékben gyerekenként vásárolunk, és mivel az üzletnek, és ez egy jó bevétel számít, kaptunk még 10% engedményt, azaz 15 000 forintos utalványa 16 500 forint értékben tudnak vásárolni. Ez az üzlet alkalmas arra, hogy az iskolatáskától kezdve az írószereken keresztül mindent meg tudnak venni, és még nagy segítség abban, hogy nem egy összegű az utalvány, tehát több részletben 5000 forint, 1000 forintos tételekben van, hát mondjuk egy alkalommal nem kapnak meg valamit, akkor máskor utána lehet nézni. Így a családok a táskától az írószerig mindent meg tudnak vásárolni, ami a hétfői iskolakezdéshez szükséges. Az adomány ismét jó célt szolgál, a gyerekek pedig azzal tudják meghálálni a segítséget, hogy jól tanulnak. Az idei tanév azért tele lesz változásokkal, változtatásokkal. Egészen pontosan mire számíthatnak a diákok, mire számíthatnak a szülők? Hát az egyik legnagyobb változás ez lesz, amit az előbb említettem, hogy a felvételi az egyetemek felé megváltozik, és ez most már közvetlenül érinti a 12-eseket, de hát az alacsonyabb évfolyamoknál már ugye erre készülni kell, hiszen az, hogy nyelvvizsgát tegyen, vagy több nyelvvizsgát tegyen egy diák, az egy hosszabb folyamat. Mi erre készítettük már őket, már évek óta tudják ezeket a feltételeket, tehát amint napvilágra került, akkor mi tájékoztattuk a gyerekeket is, illetve a szülőket is, hogy ez így fog változni.
tehát reméljük, hogy felkészülten érinti őket. Egy másik nagy változás, ami sokat hallani a médiában, hogy a magántanulóság intézménye így eltűnik, és helyette ilyen egyéni tanrend lesz. Hát ez annyiban érint bennünket, hogy az engedélyeztetés az kicsit körülményesebb lesz, hiszen nem az iskola igazgatója döntheti el ezeket az engedélyeket, hanem az oktatási hivatal helyi szervezete, megyei szervezete, a POK fog dönteni ezekről. Viszont én azt gondolom, hogy a mi iskolánkban ez lényegi változás nem okoz. Mi nálunk eddig is azért voltak magántanulók, és ezután is azért lesznek akkor egyéni tanrendes tanulók, mert sportolók, első osztályú sportolók, például kosarasok, kézisek, triatlonisták és versenytáncosok például, akiknek rengeteg elfoglaltságuk van, és évközben is nagyon sok versenyük hétköznapra esik, vagy művészetben nagyon tehetségesek, színházban játszanak például nagyon sokat, aztán van egy másik réteg, aki egészségügyi problémák miatt kéri ezt, ezt orvosi papírokkal is alá szokták támasztani, és mi mindig is arra ösztönöztük ezeket a magántanulókat, hogy járjanak be, amikor csak tudnak az iskolába, az órákra, amikor csak tudnak, akkor teljesítsék a dolgozatokat, tehát önnekik napi számonkérés nincsen, de a nagy dolgozatokat teljesítsék, és ha ezt teljesítik, akkor nem kell külön vizsgát tenni. És ez nagy vonzerő, hogy nem kell egy egész év anyagából levizsgázni, hanem részekben ugye tudja ezt teljesíteni. És azt mondom, hogy szinte kivétel nélkül, aki teheti, az ezt meg is csinálja. Tehát most egy tanuló tett osztályozó vizsgát, ő meg azért tett, mert a második fél évben külföldön volt egy szervezettel, külföldi iskolába tanult, és akkor, hogy tudja folytatni a saját osztályával, ezért a második fél év anyagából most eredményesen leosztályozó vizsgázott, és így mehet tovább. Tehát még egy szegmens ez, akik egyébként külföldön töltenek egy évet, vagy fél évet például. És hát ezért ugye az iskolába járás nem. Tehát igazán nálunk én úgy érzékelem, hogy ez nem okoz gondot, azon kívül, hogy egy kicsit hosszabb lesz mondjuk a nem másnap kapja meg a határozatot az engedélyről, hanem lehet, hogy csak egy hét múlva, vagy nem tudom, milyen hosszú lesz majd az átfutási ideje. Ez jó hallani, hogy akkor ez annyira nagyon-nagyon nagy változás, akkor nem lesz így a magántanuló státuszhoz képest, ugye egyedi tanrendnek hívjuk. Viszont az, hogy az emelt szintű érettségi és a nyelvvizsga, azért azt gondolom, hogy nagy terhet róhat a önökre, a tanárokra, akik felkészítik a gyerekeket. Igen, az abban érzékeljük, például azt említettem, hogy 11-ben ugye lehet jelentkezni emelt szinten, hogy megnövekedett a létszám, az emelt szintet választok. Ez nem kötelező egyébként, és akár nem választ, akár egyet választ, kettőt. Van, aki hármat is, azt nagyon szoktuk, hogy lebeszéljük, de nem biztos, hogy sikeres, mert az tényleg nagyon nagy leterheltség, hogy mindenhol eredményes legyen. De ezt érzékeljük, hogy növekedett, illetve nálunk van a emelt szintű érettséginek a megyei szintű nyelvi, tehát minden idegen nyelvből a vizsgája, és ott látjuk az adatokon, hogy már egy évvel ezelőtt elindult ez a folyamat, hogy jelentősen megnövekedett az emelt szintű vizsgára jelentkező tanulóknak a száma. A változásokra felkészítették a Városházán önöket és az intézményvezetőket, a tanárokat. Ezzel kapcsolatban nézhetünk meg összefoglalót. Furulya és zongoraszó töltötte meg kedden délelőtt a Városháza dísztermét. Így indult a megyei tanévnyitó konferencia Székesfehérváron. Ugyanis kevesebb, mint egy hét is megkezdődik a 2019-2020-as tanév, melynek fő változásait, új szabályait kedden ismertették a Városházán, ahol szó volt arról, hogy a korábbi magántanulói jogviszonyt váltja majd az egyéni munkarend, így minden jelenlegi magántanulót felülvizsgál az oktatási hivatal 2020. szeptember 1-jéig. De változik az óvodás
óvoda látogatás, cél, hogy a gyerekek mi hamarabb elkezdhessék az óvodát, valamint jövő évtől az iskolába járás is szigorúbb keretek között zajlik majd, mert a tapasztalatok szerint nagy arányban maradtak a gyerekek az óvodában. Egy része már most is érvényben van, hogy nem 5, hanem 4 éves korig lehet engedélyezni, hogy a gyermek megkezdje az óvodába járási kötelezettségét, vagy óvodai nevelésben való részvételi kötelezettségét. Azt szeretnénk, hogyha minden gyermek minél hamarabb elkezdje az óvodát, hogy fel tudjon készülni az iskolára, és az iskolát is időben tudja elkezdeni. Ez ennek az intézkedésnek az alapvető háttere. Jelenleg még a jegyzőknél, illetve a fenntartóknál van a felmentési jogkör, de 2020. január 1-től ez változni fog. Itt még nincs meg a végrehajtási jogszabály, de az ősz folyamán meg fog jelenni. Természetesen előkészítettük már ezt a jogszabálymódosítást is, és itt terveink szerint nem egy országos hatáskörű szervhez, hanem a kormányhivatalokhoz, azoknak is a járási szintjéhez kerülne ez a feladat. 2020. januárjától már nem lehet csupán az óvoda vezető döntése alapján a 6 éves kort betöltő gyermeknek az óvodában maradnia. Állami hatáskörbe is helyezik a döntést. Emellett változik az intézményvezetők és a pedagógusok foglalkoztatása, de továbbra sem lesz változás például a munkanap áthelyezésekkel kapcsolatban. Ezek voltak a szakmai konferencia főpontjai. Az eseményen a polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Mint mondta, a konferencia lehetőséget adott arra, hogy megmutassák, bár nem az önkormányzatok a fenntartói az iskoláknak, akkor is van dolga a városnak, és Fehérvár ezt szeretné is felvállalni. Az önkormányzatoknak akkor is van dolga, feladata és felelőssége ebben az együttműködésben, ha nem fenntartói ma már ez a feladat és ez a felelősség. És szeretnénk ezt föl is vállalni, és bízom benne, hogy meg is tudunk ennek felelni, és abban is bízom, hogy ez a tanév a körülményekhez képest mindig, hiszen soha nem egyszerű elindítani, de nyugodtan tud elindulni, aztán pedig nyugodtan fog végig is menni. Pontosan tudjuk, hogy ezek a napok nagyon izgalmasak egy család életében, hiszen a gyermek útba eresztése az soha nem egyszerű. Nagyon nem mindegy, hogy milyen keretek és körülmények közé kerül, milyen intézményi struktúrába kerül, az hogyan tud elindulni. Utána aztán persze, amikor már beáll a rendszer, akkor talán a reggeli felkelés kivételével a többi már az jól működik. De az elején tudjuk, hogy ez mindenkinek nehéz. Ez igaz szakemberre, különösen nyilván az intézményvezetők felelősségére, a különböző állami hatóságok, szervezetek feladatára és felelősségére, és természetesen egy-egy család életére. Az eseményt az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központja, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Klebelsberg Központ közösen szervezte, melyre több mint 100 intézményvezető kapott meghívást. Hát már sok mindenre nincsen időnk, de azért még azt meg kell, hogy kérdezzem, hogy mit vár az idei tanévtől? Hát én azt várom, hogy a diákok jól dolgozzanak, jól érezzék magukat, és majd, amikor kicsöngetnek jövő júniusba, akkor elégedetten nézhessenek vissza erre az évre. Ha ezt tudjuk teljesíteni közösen, akkor azt hiszem, hogy mindenki elégedett és boldog lehet. És akkor még egy kérdés, akkor még így a végére, hogy ugye úgy volt, hogy új épületbe kerül az intézmény, most ezen mi a helyzet? Hát igen, most nyáron kellett volna az első tervek szerint költöznünk, de sajnos elnapolódott ez, de az én ismereteim szerint újból ki van írva most rossz magyarsággal mondva, tehát június végi közgyűlésen kiírták újból a közbeszerzést, reméljük az eredményes lesz, ha eredményes lesz, akkor jövő nyáron indulhat a projekt. Hát akkor remélem, hogy ez tényleg így is fog sikerülni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem volt, és egy nagyon jó évet, egy tanévet kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen. A mai köztérben Horváth József, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója volt a vendégünk, és hát mi más volt a téma, mi más is lehetett volna a téma, mint az iskolakezdés. Néhány napon belül hétfőn becsöngetnek ebben az intézményben is, és Székesérvár többi általános és középiskolájában is. Köszönjük, hogy megnéztek bennünket, viszontlátásra!